ment a felvétel, és kim volt a melbimbom. A ruhából valahogy, nem tudom, hogy olyan jelenetet vettünk, ahol ilyen fehér neműs volt, és senki nem szólt. Amikor végül a buliból kijöttem, kerestem a biciklit, sehol nincs, ellopták. Fogtam egy taxit, és azzal bejártam így Pestet, hogy vajon hol lehet. Egy olyan villanás volt meg bennem, hogy valami ilyen mély garázsról, mintha egy mennék le. Adtam neki egy nagy pofont, de akkora lett, hogy eltört a kis ujjam, és fel kellett menni az igazgatóiba, hogy mi történt, elmesélni, és utána vittek az ügyeletre, mert egy ekkora vasat belefúrtak a ujjamba. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Címlap Story Extra, és hát mi 4 napja itt ülünk a stúdióban. Egyszer fölálltunk, tusoltunk, meg ilyesmi, de itt van velünk Kármán Odett és Kamarás Norbi. És azóta nem aludtunk. Sziasztok. Nem. De a Wikipedia legjobban. Ugye? Te tök jól csinálod. Én nagyon jól bírom. Hány napig bírsz nem aludni? Na, 4. Most ez, ma már lefekszem ezután. Csak ne velem. Ez az egyet kérem. Köszönjük, hogy maradtatok ugye az elmúlt 4 napban. Egy nagyon kedves játékot eszeltünk ki, nem kedves egyáltalán. Először hülye kérdéseket teszünk föl. Rátok van bízva, hogy vagy jól válaszoltok rá, vagy pedig valami vicceset kell mondani. Ha mi, mint a zsűri elfogadjuk, akkor azt a kört megnyerte az, aki megnyomta a gombot. A másik viszont kap egy kicsit cikibb kérdést. Jó. Arra viszont már nem lehet hülyeséget válaszolni. Arra az igazat, csak is az igazat. Jó. Jó? Na jó, akkor jön az első kérdés. Ez egy ilyen bemelegítő jellegű. Minek a képlete a H2O? Hát Norbi volt. Norbi sajnos. Volt a gyorsabb. Na, vagy vicces, vagy igaz? Hát próbáljuk meg az igazat. Hát az a víz. Ez csodálatos. De hát, ha mondott volna egy vicceset. De miért? Nem baj, jó volt. Hát akkor Odett, neked szól az első kérdésünk. Mi volt a legcikibb történet, ami az éjjel-nappal Budapest forgatása alatt történt meg veled? A legcikibb... Jaj, hát nem tudom, hogy a legcikibb, de az nagyon ciki volt, amikor ment a felvétel, és kim volt a melbimbom. A ruhából valahogy, nem tudom, hogy olyan jelenetet vettünk, ahol ilyen fehér neműs volt, és senki nem szólt. Senki nem mondta, hogy ki van. De ezt adásban vetted észre legalább? Nem, hanem utána kezdtük előről, és akkor oda mentem a tükörhöz így megigazgatni magam, és akkor láttam, hogy mi van, és nem szól senki, hogy az nagyon gáz. Ilyenkor kivel forgattál? Nem voltál ott. Hát akkor már rég nem voltál ott. Jó, de akkor adásban nem látszott a bimbi. Nem, mert utána megigazítottam és szóltam. Ez jó. Na, készen álltok? Készen. Igen. Jó, csak az igaz választ fogadom erre el. Melyik a harmadik bolygó a naptól? Na, hát ugye az első a hold. Jaj, bocsánat, nem köptelek el? Igen, mondd kérlek. Mi van attól közelebb? Nem, azon nevettem, na. Jó, hát első a... Pedig hát azon is lehetne. Folytasd kérlek. A hold. Utána van a Mars. Úristen. Jupiter. Hát akkor megfagynánk. Miért fagynánk még? Nem tudom. Hát de, mert Elon Musk ugye a Marsra akar menni. Egy a kérdésem, ez most a komoly vagy a vicces válasz? Mert attól függően értékelünk. Ja, akkor na, vicces. Mondjál egyet. Meg a harmadik. Jupiter. De a naptól megyünk, Norbi. A naptól? Naptól nem megyünk. A föld? Nem. Nem, bocsánat, jól tettem fel, nem a kérdést, ugye? Biztos, hogy jól tette fel. Igen, a tehát, hogy most naptól. A napon vagyunk, és hogy mi van hozzánk a harmadik. Így van. Hát, ha mi napon akkor vagyunk... Akkor a föld. Igen. Gratulálok. Jó volt. Úristen, de jó vagy. Ja, hát normálisan tegyétek fel a kérdést. Elnézést, igen, én voltam. Sajnos nem aludt az elmúlt 4 napban. De gratulálok a válaszhoz, azt jelenti, hogy Odett, megint te kapod a kérdést, amire csak is kizárólag őszintén válaszolhatsz. Mégpedig miért kaptad az első intődet, ha volt ilyen? Iskolába vagy otthon? Hát, hol kapsz még intőt? Mi Norbi szokott intőt adni a nagyon rossz újságot? Nem, azt hittem még gyerekként. Hát de gyerekként? Miért volt? Nyilván gyerekként. Én jó gyerek voltam. Ezt nem gondoltuk volna. De kaptam egy, hát voltam az igazgatóiba azért, mert volt egy fiú, aki nagyon tetszett nekem. És, és folyamatosan piszkált engem, és
adtam neki egy nagy pofont, de akkora lett, hogy eltört a kis ujjam, és fel kellett menni az igazgatóiba, hogy mi történt, elmesélni, és utána vittek az ügyeletre, mert egy ekkora vasat belefúrtak a ujjamba. Akkora pofont adtál? Igen. Esküszöm Ferde. Igen. Azóta is. De durva. És most is van benne egy vas? Nincs, kivették. Norbi, most tudta meg ezt a történetet, úgy látom. Nem, tudom, hogy valamelyik ujja görbe. Ez. Jó, mindegy, a lényeg, hogy azért, mert megpofoztam egy fiút. Kaptál-e már pofontod ettől, Norbi? Hát csak így viccesen, meg így ilyen tockost. Azt mindig adok neki, de nagyon-nagyon. Ja, mert nagyon szereti, mert hogy itt ilyen nagyon szép, hosszú nyakam van. Ő azt imádja. És kap akkor, egy nagyot. Jaj, gyere már ide, és akkor kapok egy jó nagyot. De az így szokott fájni, meg úgy azért... De úgy viccből csinálod, de én azért... Szeretetből. Igen, és ugye azért tudtam, hogy neki görbe az ujja, mert tudom, hogy mind a kettőnek görbe valami, neki az ujja, nekem meg a... Dehogy is, ez nem igaz, úristen! Jó, szép. Hát, mit tudtunk meg? Oké, következő kérdés, figyeljetek! Neked meg a nagy lábú ujjam. Istenem. Oké, figyeljetek, ez most tényleg akkor szabad megnyomni, hogyha tudjátok a jó választ. Dici. Figyeljetek, ez csak matek. Akkor, ha tudod. Hát mit, nem tudtam a földet, meg a napot? Na. Figyelj, mennyi? 9x7. Hát mert megint ő a gyorsabb. De miért vagy ilyen? És innen, érted? Te meg már innen. De mi a megoldás? 9x7. Ti? 42. 43. Oké. Okay. Ezt sajnos nem fogadjuk el, úgyhogy... Nem fogadod el? De bocsánat, engem érdekel, hogy mikor jutunk el a jó válaszhoz, vagy... Ez se jó egyébként, de próbáljuk meg még egyszer, tehát 9x7. Ja, 9x7? Igen. Hát rosszul tetted fel a kérdést. Nem, én kérdeztem. És én aludtam. De mennyi lehet Norbi körülbelül? 9x7? Hát nagyjából 49. Nem. De most viccelsz, nem? Nem. De. 9x7, várjál már. Ezt most megvárom. Jó. De várjál. Mondanám, hogy kivágjuk, de nem. Ha abból indulok ki, ne hogy ugye 5x7, 35. Igen. Igen. Akkor már csak, és 4x7. Na ezt magadba inkább, de mert amit mondasz kell, is hülyeség. 9x7 kell. 9, nem, 9. Mert ha 5x7-et is tudom, meg a 4x7-et is, akkor azt már csak össze kell adni. Figyelj, nem vagyok matek tanár, de ha a 10x7 megvan, az 70. Akkor igazából csak a 9x7 kell tudom. 60, 63. Az! Ez, már értesz tapsot? Gyerekek, ezért ezt tapsot. Össze tudjuk úgy vágni, hogy a kérdés után egyből 63. Persze, így lesz. De ez amúgy, nem. De tudod, hogy a számok... Ja, bocsánat, csak gyakorlok. A számok nekem nagyon nem mennek. A matek az a legnehezebb számomra, és egyre rosszabb, ugye? De nem egyre rosszabbul tudok most számot. Egyébként, egész hamar meg volt. Igaz? Ja. Most jó volt, tehát figyelj, szerintem ez nem volt gáz, tényleg. Ja, jó akkor volt. Ahhoz a vágáshoz menjek, hogy ugye tudtam. Igen, úgy lesz amúgy. Én nagyon-nagyon jó vagyok matekból. Nekem a számok a barátai. Jó, tehát mivel megint Norbi válaszolt gyorsabban csapott, jobban tudta választani, ezért neked jár megint a kérdésodet, ami így hangzik. Engem. Jó, engem. Jó, válaszoljunk mind a ketten, mert jó, annyira jó, gyorsan válaszolt a Norbi a matek kérdésre, hogy... Persze, hogy megvagyunk. Mi volt a legcikibb buliban történt esemény, ami az életetekben történt veletek? Vagy fellépésen? Az összes buliba történt ciki dolog szerintem. Nekem van. Odettnek eszébe jutott egy, úgyhogy meghallgatom. Ja, nem is nekem, Odettnek. Persze. Elmentem mosdóba egy buliba, és amikor végeztem, akkor nem vettem észre, hogy a harisnyával bedugtam a szoknyámat is, és minden látszódott hátulról. És megmostam a kezem, még akkor sem vettem észre, megnéztem magam a tükörbe, és kimentem, és ott szólt egy csajszi, hogy kim van minden hátul, szóval gyorsan igazítsam meg. Nekem ez volt a legcikibb. Norbi? Neked hál' Isten, nem kell válaszolni. Igen. Nem, most ezt elképzelte. De ugye még van? Van, persze. Nekem volt olyan, hogy biciklivel mentem bulizni. Hú, ez hát jó mert van. Akkor nem kell se taxi, akkor tudok inni, stb. Tudsz? Na mindegy, ezen elvileg. Elmentem biciklivel bulizni, majd a bulinak egy adott pontján én úgy voltam vele, hogy a biciklit hazaviszem. Majd visszajövök taxival. Hogy miért? Ezt nem tudom. Hogy mi van? Ja, értem. Tehát, hogy már még akarsz tovább inni, és már nem akarsz akkor biciklizni. Így van, igen. Hazavittem a biciklit, visszamentem taxival, tovább ittam, buliztam, stb. Majd ez a rész, hogy én hazavittem a biciklit, ez teljesen kimaradt, mert már akkor is annyira részem voltam. És amikor végül
A buliból kijöttem, kerestem a biciklit, sehol nincs, ellopták. Fogtam egy taxit, és azzal bejártam így Pestet, hogy vajon hol lehet. Egy olyan villanás volt meg bennem, hogy valami ilyen mély garázson, mintha így mennék le. És akkor ilyen, hát az az otthon volt. A hotel, meg minden mély garázsaihoz elvitettem magamat a taxival, hogy benéztem így, amilyen rácsos mély garázs volt, hogy vajon ott van-e. Teljes káosz. Tényleg nagyon sokat mentem a bicikli után, majd jó van, mikor már feladtam, hazamentem, azért megnézem, és ott volt a helyén. És kiderült, hogy az az emléke, hogy én megyek le a mélygarázsba, az a saját mélygarázsom volt. És otthon volt a bicikli végig, és órákig azt kerestem. Tehát ne menjen senki biciklivel, aki berúg, mert hazajönni rossz részegen biciklivel, vagy ha valóban olyan helyen rakod le részegen, amire nem emlékszel, tehát mindenhogyan rossz. Oké, következő. Engem hívott a taxisofőr után, és mondta, hogy viszont tök jó, mert ebből tudott venni egy saját biciklit. Hát, mert azért az nem lehetett egy olcsó játék. Kövi kérdés. Na. Nagyon szurkolkodett. De nem, jó. Nyugodtan úgy csinálod egyedül. Jó. Melyik évben került be Odett a Budapest éjjel-nappalba? Gratulálok, Odett, megnyerted ezt. Köszönöm! De amúgy rossz a cím, amit mondtál, de mindegy, éjjel-nappal Budapest, tudod? Miért nem így van Budapest ilyen nappal? Nem. Mindegy. Nem baj, sokan úgy mondják. Nem aludt. A lényeg, hogy mikor? 2019-ben. Gratulálok amúgy, a gyorsasághoz is. Gondolom nem ez lesz a lényeg, hanem hogy milyen hülye kérdést kapok most én. Nyilatkoztál-e már olyat, amit megbántál? Ma. Ma? Ugyan. Ma csak olyat? Hát ez jó kérdés. Régebben voltak olyan sztoriaim, hogy sztorigálára elmentem, hogy a ilyen-olyan újságnak a gáláira, és ott mindig nagyon jó bulik voltak, iszogattam, ingyen volt, hozták is a piát, stb. És akkor az újságírók már akkor tudták, hogy na, már látták rajtam, hogy már most iszogattam, most kell odajönni, és akkor voltak ilyen, hát elég fura nyilatkozataim. Olyan nagy hülyeséget nem mondtam, csak annyira látszott rajtam, hogy piás vagyok, hogy azokat azért mindig megbántam másnap, mikor megnéztem, mert nem olyan attitűdben, nem olyan hangulatban adtam azt az interjút, mint ahogy azt józanul tenném, úgyhogy azokat már most nem csinálom. És akkor sem kellett volna, de az még nagyon az eleje volt. Nagyon-nagyon nem tudtam, hogy ez a világ miről szól, meg hogyan is kell viselkedni a kamerák, vagy egy újságíró előtt, úgyhogy igen, akkor ott azokat. Volt ilyen korszaka egyébként az életednek, amikor az alkohol és esetleg egyéb szerek hatására is kerültél? Egyéb szerek sosem voltak. Ez nálam kizárók. Én olyan büszke vagyok rá, mert meg cigizni se cigizett soha, és ez olyan jó. Igen, nekem ez ilyen elvi kérdés. Mely most tudod ilyenkor? Ne, ez én is, ez menő amúgy, mert ez engem is elkerült még. Igen, engem biztos el is. Engem is. 1000%, mert ez nekem annyira ilyen, tehát ez elv. Ebből nem adok. Viszont a pia, igen, azzal, hát ha nem is volt gondom, de azért... Igen, sokszor úgy éreztem, hogy akkor tudok lazítani. Azért nagy nyomás van rajtam, meg az elvárás, meg a stressz és a feszültség. Ha kicsit iszom, akkor azért úgy sokkal jobb. Persze ez nem megoldás, meg nem itt kéne levezetnem. Viszont régebben többször túlszaladtam. Mostanra meg már ezt nagyon-nagyon jól kordába tudom tartani. Egy sör, nagyon maximum kettő részeg, nem tudom mikor voltam utoljára, tehát hogy ezt már így, így nagyon jól kezelem. De otthon nem szokott inni, ezt azért mondd el, hogy otthon nem iszol, csak bulikba ittál. Ja persze, hát hogy nem volt. Majd tanítsd meg, hogy kell ezt. Otthon egyedül hazajöttem és iszogattam. Nem. Ha buli volt, akkor ittam, viszont nem tudtam megállt parancsolni, és akkor ha ittam, akkor viszont kb. Emlékezett kiesésig. És hogy azt már nem. Tehát nincs de ez a bicikli sztoriból nem derült ki. Az a megnyugtató. Na jó, gyerekek, még akkor gyorsan egy-egy kérdés, oké? Miért karikás az ördög szeme? Mert nem az. Nem azért nyomtam meg. Miért? Ott mert? A jó válasz. Te tudod? Hallottad, amit mondtam? Hát gondolom, nem aludt ő se 4 napja. Igen. Mert az ördög nem alszik, ugye? Igen. Jó a válasz.
de Norbi volt megint a gyorsabb, ugye? Úgyhogy Odett neki jött a kérdés. Milyen volt az első csók Norbival? Jó volt. Jó volt. Forgatáson történt meg az első csókunk előtt, amikor azt vettük fel, hogy Lali és Virágnak elcsattan az első csók, és igazából nekünk is ott volt az első. És tehát az nem filmes csók volt, hanem igazi? Annyiban nem, hogy hát Don Juan, a safety pro, az nyilván megkörnyékezett előtte, és mondta, hogy gyakoroljuk már el azt a csókjelenetet, hogy biztos jól fog menni, és én meg mondtam, hogy nem, aztán addig mondta, hogy amúgy én is akartam, de hát nem mertem hogy mondani, hogy na jó, gyere, és akkor gyakoroljunk. Lekoghattál volna. Ennél szerényebb vagyok. Aztán, ja, megtörtént a forgatás előtt, utána egész nap csókoloztunk. És azóta se. Igen. Kicsit elpirultál. Nem tudom, lehet. Az volt, igen, hogy így elhúztam egy ilyen fal mögé, na figyelj, most lesz a csókjátjunk, hogy akkor ezt próbáljuk már, hogy ne ott bénázzunk a kamerák előtt. Pedig hát simán bénázhattunk volna, mert hát... Ja, nyilvánvaló volt, miért mondod, hát nem vagyok hülye. De hogy már miért nem tudtam kivárni azt az 5-10 percet? Ja, nem baj. Na, most tök mindegy, hogy most a fal mögött történik meg, vagy a kamerák előtt. Hát azért nem teljesen. Jó, hát izgultam mind a kettőnél, szóval. Igen, de ja, nagyon jó volt. De cuki. Na jöjjön az utolsó kérdés, neked szurkolókodat. Hát aha, egy akkor még van. Ugye eddig csak úgy nagyjából mondom, hogy egyszer sikerült eltalálnod ugye a saját magadra irányuló kérdést. De szurkolok neked. Szóval, melyik két színből keversz lilát? Oly, de jó vagy! Márha, ugye most kimondod azt. Hát, hogyha jól mondom, a piros és a kék. Igen! Nagyon jó. Nézd, az Norbit, mi van? Nem, jó volt a kérdés, rosszul tettem fel, mert ugye... Nagyon jól tettesz a kérdést. Viszont én azt gondoltam, hogy a lila és a sárga. Abból micsoda? Is lehet. A lilából és a sárgából keversz lilát? Ja, nem, bocsánat, kék meg a sárga. Nem, az zöld. Na jó, gratulálok, jó volt a válasz. És akkor jöjjön egy utolsó kérdés Norbinak, de őszintén válaszolj. Jó. Mondj egy idegesítő dolgot Odettről. Na, ez jó lesz. Hát a bizalmatlansága felém. Féltékeny? Itt ugye az igazat mondjuk ebbe a műsorba. Igen. Csak így mondtam. Igen, talán mondhatom, hogy az volt a múltban. Ez folyamatosan javul és ahogy haladunk előre, és ahogy egyre több közös élményünk van, és azért én is bizonyítok, így azért ez egyre jobb. De igen, hogy ha bármi ilyen és erre irányuló, hogy én most biztos, hogy ott voltam, biztos, hogy az igazat mondom. Sosem mondtam, hogy biztos, hogy ott voltál. Pont elkaptam Odett fejét. Mindegy. De hát igazat mondjál, ne, hogy te talált ki. Akkor biztos, ilyet hogy azt gondolod? Nem mondtam. Biztos, hogy azt gondolod, amit mondasz? Igen. Biztos, hogy úgy van, ahogy azt én előadom. Akkor igen, az azért idegesít, mert hát miért ne lenne úgy? Miért mondanék más? Jó, én ezt meg tudom magyarázni. Na gyere, menjünk, majd megmagyarázod. Nagyon jók voltak ezek a válaszok. És van még egy utolsó játékunk, ez nagyon rövid lesz. Mutatunk nektek egy részletet. Az én egyik kedvenc filmemből, ez tök férfias szerintem, Micsoda nő. Imádom! Igen. És kicsit szinkronizálnotok kéne, jó? Richard Gere és Julia Roberts. Feldobjuk a labdát, nem muszáj a nemi sztereotípiáknak megfelelően választani karaktert. Ki lenne Julia? Te. Hát akkor én. Jó, hát hú, de na, vicces. Hát, jó. Ne cseréljük meg direkt? Ne, jó ez így. Jó, így is jó. Jó, ez így, profi színészek vagytok. Okay. Itt látjuk én majd. Nem. És a kivetítő az most mindjárt átváltozik egy nagy, micsoda és nő részén. Nyilván, amikor tátok, tehát egy szinkronizálás lesz. Jézusom, én ebben felkészültetek? Igen. Mehetünk? Oké, akkor mutatjuk. Eddig jól vagy, Odett? Nem szólalt meg. Na, drágám, hogy nézek ki? Tetszik a ruha? Hát ugye, nem rossz, tetszik ez a piros. Hát azért vettem fel, mert tök csinos vagyok benne, tök nagy a fenekem, meg eltakarja a lábamat, nem volt időm leborotválni. Ja, igen, szőrös a lábad? Hát, kicsit átüt ezen a rucin. Hát, ott nézd csak! Oh! Igen,
Igen, ne lázol, jó én hosszú. Nem látom. Hát ez nem kicsit szőrös. De nem baj, drágám. Itt rendes sokan lettünk. Vagy most egy tükörből nézzük a... Ja! Tükörből is szőrös. Jó. A liftben. Figyelj, vettem. Az a lényeg, hogy ne húzd fel a szoknyámat. Nem fogom. Jó. Ígérem, hogy holnap le fogom borotválni. Tudom, hogy szereted, hogyha puha, de... Hogy már mind mi puha? Csak természetesen, jó? Oké. Okay. Ezek meg kik. Szerintem most mindenki azt nézi, hogy szőrös a lábad. Most ez komoly. És tényleg szőrös. És tényleg az. Ú, de szép. Jó? Jó. És ennyi. Köszönjük szépen. Szegény Julie Robertsre megtudtuk, hogy nagyon szőrös volt a lábam, micsoda nőben. Ez egy otthoni hétköznapi beszélgetés? Ja nem, tényleg szőrös amúgy, nem? Nem tudom, nézd meg. Fú, gyerekek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük a meghívást. Hú, jövő héten is várunk titeket, akkor egy kicsit hosszabb lesz, és több filmet kell szinkronizálni, jó? Jó, rendben. Már nem jövünk. Francba. De majd még egyszer gyertek. Majd jó, egyszer. Jó, egyszer. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Nektek köszönjük a figyelmet, iratkozzatok fel YouTube-on, Facebookon, Instagramon, TikTokon. Tök jó kis tartalmaink vannak, és olvassátok a blikk.hu-t és a blikket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!